ez volt az utolsó köztéri szobrom ez idáig. Aztán, hogy később lesz-e, nem tudom. Én tulajdonképpen két úton haladok. Az egyik út a kis plasztika, a groteszk hangvétel, groteszk világban élünk, talán engem ez köt le, hogy mi van az emberben belül. A másik út a köztéri szobrok, ahol nincs helye a groteszknek. Tudnélik, általában a köztéri szobrokban olyan egyéniségeket, olyan szereplőket ábrázolunk, akik pozitív hősök. Itt a Medvetó szomszédságában van Nicolae Băiescu román 48-as szabadságharcos mellszobra. Ennek az eredetiét egy Jászból ideérkező román turistacsoport ledöntötte. A szovátai RMDS engem kért fel, hogy restauráljam, mivel az nem lehetett, így újat kellett készíteni. Így született meg furcsa módon az első köztéri szobrom. Miután felállítottuk a Băiescu mellszobrot, akkor a szováta lakóiban felmerült az igény, hogy jó lenne egy magyar vonatkozású 48-as hős szobra is. Így készült el 92-ben ez a Petőfi mellszobor. A 2005-ben elkészült az az egész alakos Mártonáron szobor, amit Kolozsvárra készítettem. Akkor most már tudja mindenki, hogy az akkori magyar gyűlölő polgármester miatt nem lehetett alapzatra tenni. Akkor a szovátai egyház és a polgármesteri hivatal felkért, hogy készítsek szovátának is egy Mártonáron szobrot, de nem egész alakost, hanem csak egy fél alakost kezekkel. Így készült el ez a változat, és ezt egy évvel hamarabb, 2008 májusában állítottuk ide fel talapzatra, egy évvel hamarabb, mint a Kolozsvárra készülő egész alakos változatot. Aztán Kolozsváron is talapzatra került 2009. februárjában. Az a név, ami nem akármilyen név, amit örököltem, a genealógiai füzetekből és a lexikonokból visszavezettem a családfánkat. Az az ág, ami a fejedelmet illeti, és az az ág, amiből én származom, az 1478-ban vált külön. Jó, hogy nem a szobrokból kell a történelmet megismerni, mert sokszor a fizionómiai megnyilvánulásán egy kicsit kell alakítani. Az én feleségem is, ha akkor nem támogat, én annyi se lennék, mint amennyi vagyok. Tehát ő minden tőle telhető munkát magára vállalt annak érdekében, hogy az én alkotó munkám haladhasson előre. A Művészek Atyai Társasága egy kész csoda. Vincefi László festőművész atyai születésű. Elege lévén a sepsiszentgyörgyi tömblakás bezártságából gondolt egy nagyot, és atyában, a szülőfalujában egy autentikus atyai jellegű házat épített. Még nagyobbat gondolván az udvaron levő csűrt átalakította egy képzőművészeti galériává. Ennek a művésztársaságnak heten vagyunk alapító tagjai, minden évben június végétől július végéig egy vagy két munkánkat szoktuk kiállítani. Ez most már a csúcs. Ezt visszük addig, amíg élünk.